Az újépítésű lakásokra a legtöbb esetben már a látványterv elkészítése után találnak vevőt az ingatlanosok. Az év első harmadában lényegesen megemelkedtek az ingatlanárak, nem csak a fővárosban, hanem a vidéki településeken is. Jelenleg egy panel lakás négyzetméter ára 160-200 ezer forint között van, a családi házak átlagosan pedig legalább 17 millió forintba kerülnek. Ezek az összegek folyamatosan emelkednek, közölte az általunk megkeresett értékesítő. Sok esetben külföldi érdeklődők is megkeresik az ingatlanirodákat. Főként ukrán állampolgárok vásároltak, ők általában készpénzzel kisebb értékű ingatlant, és itt nem volt probléma az, hogy nem Nyíregyházán, hanem Nyíregyházán kívül, tehát egy ilyen 20-25 kilométeres körzetébe. És egyre több, ami hozzánk is ilyen ingatlan érkezik, mert egyre többen keresik a vidéki ingatlant, nem csak külföldiek, hanem természetesen olyanok is, akik mondjuk Nyíregyházán abból az önálló családi házból 10-12 millióért nem találnak, vidéken viszont ebben az árkategóriában már sokkal jobb felszereltségű ingatlanokat lehet találni. Országos átlagban a külföldi vevők 36%-a volt kínai az év első hónapjában. Számukra a legkedveltebb település Hajdúszoboszló volt az észak-alföldi régióban, derül ki az egyik ingatlan iroda felméréséből. De egyre több külföldön élő magyar szeretne hazaköltözni. Vannak olyan érdeklődőink is mostanában, akik már régebben kitelepültek külföldre, Angliába, Kanadába, Írországba, de egy 25-30 éve, és most elérték a nyugdíjkorhatárt, szeretnének visszatelepülni, mert az ott megkeresett pénzből itt tudnak jobb minőségi ingatlant vásárolni, és itt szeretnék a nyugdíjas éveiket eltölteni. Ezek az érdeklődők főleg Nyíregyházán és a megyeszékhely 5-10 kilométeres körzetében keresnek ingatlant. Korábban elvétve volt külföldön élő magyar érdeklődő, az elmúlt időszakban viszont hetente legalább egy-két megkeresés érkezik az általunk megkérdezett irodába.